Itt próbáltuk ma délelőtt a Kulcsukon át című új bemutatónk lesz március 30-án. Visszateszed a világokat, és már bejön a Geraldine, oda vagy értek rá. Teljesen kezd a szétesni. De hiszen te magad hívtad, elfelejtetted? Igen! Most van 6 óra 10. Hát ilyenkor már gyülekeznek a színészek. 6 óra 25-ig kell megjelenni, az az utolsó pillanat, amikor még be lehet futni egy előadás előtt. 6 óra 25 után már a öltöztetőknek szólni kell az ügyelőnek, hogy nincs itt a színész. Itt vagyunk a nézőtéren, hát ezt látják ma a nézők. Ez a Boeing Boeing című előadásunk lesz. Ez már gyakorlatilag, hát azt hiszem 6. éve játsszuk ezt az előadást nagyon nagy sikerrel. Sokan már többször is látták természetesen, úgyhogy van törzsközönsége is, visszajáró közönsége ennek az előadásnak. Ebben az előadásban Pindrok Csaba a főszereplő, és Vida Péter, és Molnár Piroska, Gubás Gabi, Tóth Eszter és Jó Maga. Nincs is több szereplő benne, úgyhogy gyakorlatilag mindenki főszereplő. Tehát ilyen közelről a díszlet, és mi pedig ezt látjuk. Illetve hát nem ezt látjuk, hanem ugye teltházat látunk. Ilyen üres nézőtén nagyon ritkán van, csak felújító próbákon. Körbevezetlek benneteket a lakáson. Ez a Pindrok Csaba párizsi lakása. Itt van egy hálószoba. Ez a mi hálószobánk. Ez itt a fürdőszoba. Ugye ez a dolgozó rész. Itt van egy hátsó szoba a hátsó udvarra. És ez pedig itt a konyha. És a szakácsunk éppen a konyhában, aki rejtőzködő. Tehát ez itt a konyha és a hátsó kijárat. Ja, és van egy fontos szereplője még az előadásnak, az pedig a lift, ami itt emelkedik föl ezen a ponton. Innen feljön a süllyesztőből egy lift, ezzel szoktunk megérkezni minden nő az előadásba. Na most pont tegnap fordult elő, hogy lefagyott a rendszer, és beléptem a liftbe, és nem ment sehová. És akkor rájöttem, hogy ezzel én nem fogok eltűnni a színpadról, úgyhogy hangos felkiáltással, félig sírásba áttéve, mert nagyon felzaklatott állapotban akartam elhagyni a színpadot. Azt az utat választottam, hogy akkor inkább megyek a tűzoltó létrán, ami pedig errefele a konyhán átvisz a tűzoltó létra le az utcára. Most lemehetünk, megmutatom ezt a liftet. Így, és most le is megyünk, nem? Persze.
kiírva így a heti rend, a heti programatánda, a napi, a havi műsor, és ezek itt az idei új bemutatók. Tehát így a próbatáb előtt szoktak állni a színészek, kíváncsian várják, hogy mi a következő szerepük. És akkor most elmenjünk ide a folyosóra, ahol a ahol fölkészülünk az előadásra. Itt van az öltöztetőknek a kis kuckója. És itt öltöznek a színészek. Hát ez itt a mi öltözőnk. Molnár Piroska, Serzsi Judit, Fodor Anna, Mária Szamosi Zsófi. Négyen soha nem öltözünk egyszerre, mert nem vagyunk együtt négyen, egy előadásban. Hát ez itt a világosító pult. Itt vannak a fények. Már lehet hallani a nézők morajlását. Ez itt a jelmezraktár, jelmezelő készítő. Bocsánat, sziasztok! Itt van. Itt készítik elő az öltöztetők a ruháinkat aznap estére. Hát így, és akkor ilyen fél héttől, vagy kinek mennyi időre van szüksége. Lehet öltözködni, sminkelni, mindjárt bemegyünk a sminkszobába. Tulajdonképpen a színházban egy kicsit máshogy van, mert itt főleg a fodrászok vannak, tehát a hajunkat csinálják meg, a sminket általában maguknak csinálják a színésznők, ellentétben a filmmel, ahol ugye profi sminkesek vannak, és ott rájuk van bízva a smink. Természetesen színházban is akad olyan, hogyha egy nagyobb maszk van, akkor azt profi sminkes csinálja, vagy ha akad olyan színésznő, aki nem tudja magát kisminkelni. Én mivel később megyek be ebbe az előadásba, a Boeing-Boeingbe, én a 750-es lifttel szoktam érkezni, így én jövök a legkésőbb a sminkszobába, úgyhogy amikor elkezdődik az előadás, én akkor szoktam bejönni. Három stewardesszel alakítunk, a Gubás Gabi, a Tóth Eszter meg, és a Tóth Eszter az Air France-tól van, én a Swiss Air-től, és a Gubás Gabi azt hiszem a British Airways-től van. Igen. Tóth Eszterhez jövünk, itt sminkeli magát. Sziasztok. Majd a haját ott, ahol voltunk a sminkszobában, ott csinálják, nem? Igen, az ott lesz. Készíteni. És itt készül a smink. Ez az Air France? Igen, ez az Air France. Ez az Air France szín nálunk. Még én magamat nem is próbáltam. De jó, az enyém piros.